tisztelt partnereink, kedves kiállítók, kedves látogatók, tisztelettel meghívom Önöket a Kaposvári Egyetemi rendezendő kiállításra, most már új köntösben, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem részeként a nagyhírű intézmény megtartja ismét a kiállítását Kán Egyetemi Napok néven. Tisztelettel meghívom Önöket erre a rendezvényre, mint az előző években is. Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy a hódmezővásári kiállításunk sikeres volt, olyan termékekkel jelentünk meg, és olyan készítményekkel, amelyek ma nagyon szükségesek, különös tekintettel a egyre növekvő energiárakra, takarmányakra és mindenkre. Szeretnék Önöket tájékoztatni, hogy bemutatjuk a szuperminősű tömegtakarmány előállítása, betakarítási és tartósítási technológiáját, amelyre égetően szükség van a mostani takarmányra, mint az import takarmányok, különösen a szója és egyéb kiegészítők miatt. A másik következő nagyon fontos fejlesztésük az a gabonatárási technológia, hűtési technológia. A következő, ami a lét kérdése, az a víz. Ott szeretnénk a vízgazdálkodásnak a két ágát bemutatni. Ez a devízelni védekezés, felszíni és felszín alatti, és ezeknek a tározása, tehát nem kizavarása az országból, tehát tároznunk kell a vizet, sőt még pótolni is. A másik pedig az energiatakarékos öntözés, energia- és víztakarékos öntözés, mert a lét alapja a víz, és ma pedig szenvedünk az asszálytól szinte az egész országban, és ez nagyon meglátszik a kadásztás gomonák és a takarmány növények termés átlagában. Állattelepi technológiákról is tudunk beszélni, és a betakarításnak a legkorszerűbb gépéről, amelyen tudjuk garantálni azt, hogyha az eletett takarmány szuperminősű, akkor ezt ebben a minőségben is lehet betakarítani. Ismételten szeretnék visszatérni a víznek a kérdésére, a lét alapja, és hiába van bármilyen csúcs technikán, technológiánk, hogyha a növényeink szenvednek a vízhiány miatt, az aszály miatt, és ez sajnos, amit említem, ez ma szinte országos jelenség, ahol vagy nem terem a kukorica, vagy csak néhány tonnát terem. Szeretném Önöket ismételten meghívni, jöjjenek, nézzék, tudjuk, hogy nem tudjuk a világot megváltani, de apró lépésekkel tudunk előrehaladni. Köszönöm, hogy meghallgattak, várom Önöket a Kaposvári kiállításon.